Ingyenes lecsere programban cserélhetik le a lakosok az izóikat. A ledeket november 6-ától 22-ig minden hétfőn és szerdán délelőtt vehetik át a regisztráltak Szekszárdon a Béla Király tér 8 szám alatt. Az átvételre két pótnapot is kijelöltek, november 27-ét és 29-ét, mondta Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. Aki nem tud eljönni a villanyszámlával és meghatalmazással, mással is átvehetteti, aki viszont jön, az hozza magával a szemigazolványát és a lakcímkártyáját a gyors átadás érdekében, mert itt el lesznek készítve a csomagok, és mindenki rugalmasan fogja majd megkapni. Az új izzókkal megtakarítást és csökkenést lehet elérni a villanyszámlákban. Itt mindenkinek a lakás méretétől és a lakásba lévő fogyasztók számától függött az egész dolog, úgyhogy lakásonként, meg személyenként is mindenkinek más. De lényeg a dolognak, hogyha ezekkel az égőkkel dolgozunk tovább, akkor biztos, hogy a villanyszámlán majd meg fog látszani a pozitív eredmény. December 1-től újra nyílik a regisztráció azok számára, akik eddig lemaradtak a kezdeményezésről.